Halihó srácok, lányok, nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a következő Scrap Manikos videóban, és ma megmutatom nektek, hogy mi az a nagy projekt, amin az elmúlt időszakban dolgoztam. Végre elkészült, úgyhogy most már tényleg nincsen más hátra, mint hogy megmutassam nektek. Kicsit röstellem magamat, hogy az elmúlt hónapokban nem igazán voltak olyan videók, ahol itt videóban építettem volna, illetve saját építményeket mutattam volna be, úgyhogy ezért az elnézéseteket szeretném kérni, mostantól, hogyha szeretnétek, akkor jönnek az építős videók is. Mert hogy építeni szeressünk. Viszont kedves nézők, kérlek engedjétek meg, hogy elmondjam, hogyha esetleg még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor azt mindenképpen tegyétek meg, mert nagyon sokat jelent nekem. A tegnapi Scrap Manik videóban is említettem ezt, és képzeljétek el, rengeteg iratkoztatok fel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy ha itt a videó alatt még piros a feliratkozás gomb, akkor mindenképpen nyomkod meg, és iratkozódj fel a csatornára, köszönöm szépen. Mert ha nem, akkor meg lesz ez padganolva. Na de akkor térjünk is rá a videó lényegére, mint ahogyan itt oldalt is láthatjátok, eléggé sok munka volt vele, sok verziója készült el, viszont a végleges az nem más, mint úristen, de sok van. Talán ez már nem is vagyok benne biztos. Hellóka! Na és akkor srácok, lányok, így néz ki a produktum, amin ennyit dolgoztunk. Ezzel a házzal a Fel című animációs mesében találkozhattatok, ugye ez a Carl Fredricksen bácsinak, egy 78 éves zsémbes öregúrnak a házikója ez. Ez a videó nem arról szól, hogy a sztorit ismertessen veletek, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg a filmet, mert egyébként tényleg csak ajánlani tudom, én is nagyon régen láttam már és nagyon-nagyon szerettem. Kommentben mindenképpen írjátok le, hogyha ti is láttátok. Na de akkor nézzünk is be, hogy pontosan mit tud ez a ház, viszont előtte a kötögetését érdemes azért vetni rá egy pillantásit. Na mert hogy az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok kötögetési található ebben a házban. Az, hogy mi történik ott fölfele, azt arról majd egy picikét később, az egyelőre top secret. Amit így kívülről érdemes róla tudni, hogy összesen 167 lufi található ott fönt. Teszem hozzá, van benne egy kis meglepetés. Illetve a tető szerkezet blokkok összebágoltatásával készült. Mint ahogyan például itt az összeeresztésnél is láthatjátok, ezek a domború blokkok, illetve a ferde éles elemek itt szépen össze vannak bágoltatva, azért, hogy a tető így jól nézhessen ki, és ne legyen egy hézag. Ezen túl találkozhatunk még benne bágoltatással, például ugye az ablakok lekerekítésénél, amit nagyon fontos elmondani róla, hogy tényleg próbáltuk a lehető legrealisztikusabbra megépíteni ezt a kis házat, szóval minden egyes blokk ki van centizve, szinte pontos mása az eredet, amit egyébként egy 3D modellező oldalról néztünk. Ezen a Sketchfab nevezetű oldalon nézegettük a háznak a pontos 3D modelljét, itt tudtuk forgatgatni, jobb klikkel tudtuk állítani, egy picit egyébként bonyolult volt az irányítás, de nagy nehezen mindig megtaláltuk azt a szöget, ahonnan éppen másolni kellett, de szerintem egyébként minden részletet pontosan meg tudtunk csinálni. A tetővel nagyon-nagyon sokat szívtunk itt, hogy ezt így ilyen kettő egymásba burkoló rétegűre tudjuk csinálni, ugye, hogy a fekete egy kicsit fölé jön a kéknek, valamint a kémé. Gyerekek, a kéménnyel rengeteget szívtunk, mert azok a blokkok, amik hasonlítanak erre a játékba, nagyon-nagyon-nagyon csúnyán néznek ki. Úgyhogy a kéménnyel sokat szívtunk, de szerintem egyébként meg tudtuk oldani, valamint ezek a kis madzagok, amivel a lufi csatlakoznak a házunknak a tetejéhez, ezt ugye mi netblokkból tudtuk megcsinálni. Gondolkoztunk azon, hogy üvegből csináljuk esetleg, de igazából a fehér üveg nem nagyon nézett ki jól, úgyhogy maradt a netblokk, azt ugye fehérre festettük, és így adódott ki a kicsike kis házikó. Földgömb. Azért beszélek egyébként többes számban, mert hogy Balint bajnoknak nagyon szépen köszönöm a segítséget, ezt igazából ketten együtt építettük. Úgyhogy Zsombor, köszönöm szépen a segítséget. Na de hogyha kívülről teljes mértékben megcsodáltuk ezt a kis vikillót, akkor most már tényleg nincs más hátra, mint hogy cummanjunk be szépen. És valamiért itt a videó közepén elkezdett über brutálisan, hihetetlenül zúgni a mikrofonom. De nem azért, mert hogy rossz lenne a mikrofon, hanem egyszerűen azért, mert a Scrap Manik olyan zajokat generál benne, hogy ezt nem lehet elhinni, és nem tudok rájönni. Nagyon remélem, hogy nem zavar annyira titeket, elnézéseteket kérem, valamit megpróbálok vele kezdeni. Egy baromi egyszerű technológiájú XOR-es ajtóval tudunk becummanni, valamint ugye hátul is van ajtó, az is XOR-es. Itt rögtön a tuja mögött találjuk a villanykapcsolót, ami fölkapcsolja ezeket a kis lámpáskákat. Na és akkor így nézünk ki belülről. Az nagyon fontos elmondani, hogy a belső bútorokat nem mi készítettük, egyrészt azért, mert hogy még sosem csináltunk ilyesmi bútorokat, illetve nem szerettük volna elcsúnyítani ezzel a házat, mert tényleg kívülről baromira büszkék vagyunk rá, szerintünk nagyon jó lett, hogyha lehet ilyet mondani, tényleg pontos mása az eredetinek, viszont a belső megpróbáltuk, elkezdtük, de valamiért nem sikerült. Ellenben David Bagetta professzionális, über brutál hacker ismerősünk, barátunknak nagyon fantasztikus nappali konyha és mindenféle berendezései vannak fönt a workshopon. Úgyhogy itt bent találkozunk egy nagyon szép kis konyhával, itt van a kis sütőcskénk, a mosogatónk, tehát baromi szépen meg van csinálva itt ez az egész. Úgy vannak összebágoltatva a blokkok, hogy annyira realisztikus, hogy ez hihetetlen. Természetesen modok nélkül készült az építmény. Tovább sétálunk a vikillónkba, van itt egy kis asztalka, egy...
Számítógéppel? Nem tudom, hogy ezen miért gondolkoztam ennyit. Na meg ott bizony van egy gomb nekünk, ami majd, hát az majd használatos lesz, használatos lesz. Hogyha tovább kanyarodunk, itt egy baromi szép szekrény, én gondolkodtam azon, hogy kéne mögé tenni egy festményt, csak az telibe kitakarta volna az ablakot, na mindegy. És itt a kedvenc részem. Nappali, tévével, popcornnal, filmekkel, Netflix and chill. És igazából úgy tudjuk működésre bírni ezt a házat, hogy ezekbe a kis tévénézős kis fotelkékbe bele tudunk szépen csücsülni. És van nekünk benne kettő darab kapcsoló. Az egyik kapcsolóval tudjuk a házunkat fölemelkedtetni a levegőbe, a másik gombbal pedig szépen le tudjuk lassítani, valamint szépen megáll egy helybe a levegőbe. Ilyenkor egyébként szabadon tudunk sétálgatni. Megnézzük hátul a kis kertbe a kutyát. Szervusz, Buksi! Jó vagy, ügyes vagy, szervusz! Elől pedig szólunk a szomszédnak, hogy... Hé, szomszéd! Hogy a pofám szakadna le? Na ja, úgyhogy kacok, igazából ez így ilyen, tehát hogy így lepül a ház. És nagyon ment, abszolút nem laggol. Na várjatok már, megnézzük ezt kívülről is. Nehogy azt higgyétek, hogy ennyibe hagyom. Van nekem egy nagyon-nagyon menőke, picike baby helikopterem, amivel most akkor szépen fölmegyünk, aztán megvizsgáljuk. Hello! Helikopáterka VS Fel című meséből a házikó. Szóval így néz ki a házunk, hogyha 167 darab lufi egyszerre emeli fel a földtől. Azaz, lejjebb még egy picit, jó, meg vagyunk. Hát hallod-e, én le tudok szállni helikopterrel a házunkra? Hát nézzük már meg, ott a tető, teljesen jó, tökéletes célpont a landolásra. Jó, kicsit közelebb, itt leszáll, baromi jó, kész, srácok, meg is, oh, ne, elmegy a helikopter! Ide, és itt lerakom, kész, patent, hát gyerekek, tökéletes, még bele van építve egy instant helikopter leszálló helység is itt abba a kis helységbe. Le tudom én ezt innen verni? Menj már innen, köcsög szúnyog. Na, nézd, mert most leugrottam, azt mind a kettő repülő dolgom ott maradt. Szerencsé, hogy a ház egy picigét ereszkedik. Gyere. Jó, itt van, gyere, az, jaj. Jó, szuper. Szavasz, Heli. Köcsög szúnyog, ez az egész miattad volt. Na és akkor, skacok, megmutatnám nektek, hogy mit tud ott lent az a picike gomb, ide bedugva, közvetlen az asztal alá. Viszont ahhoz először föl kell emelkedjünk egy picikét, itt mindjárt lassan megállunk a levegőbe, mondjuk úgy itt. És figyeld, megállunk, kiszállunk, körbenézünk, iszunk egy teát, főzünk magunknak meg minden, és átcsücsönünk a másik székbe, mert hogy ez a szék már túl ki van ülve, aztán kell egy kis újdonság. Megnyomom itt ezt a gombot. Hopp, megnyomtam, és mi történik? Bang! Az összes lufi felrobban, úgy, mint annak a rendje, csak kicsikét kilaggolt a scrap mechanic, és a házikon pedig lezuhan, mint annak a rendje. Ezt tudja a mi kis titkos mikkentjünk. Viszont ez kívülről sokkal, de sokkal jobban néz ki, úgyhogy mindjárt hívom Zsombit, és megkérem, hogy mutassa be nekünk. Hát itt rasztelek, én mit csináltok itt a levegőbe? Megkérdeztetem? Gyelemánlek közénk. Köszönöm szépen. Szavasz, Zsombor! Jó gyors voltál. Na és Zsombi már benn is van a kis házikóba, elfoglalta a kis úri helyét, átpattant a másik székbe, és akkor, ha minden igaz, akkor most nyomta meg a titkos mikkentyűt, a léggömbök azok felrobbannak, mint annak a rendje, ott is van a házikó, pedig puty, lezuhant. Úgyhogy ez a titkos mikkentyű. Sokkal jobban néz neki egyébként, hogyha nem laggolna a játék. Mindegy, eltekintünk ettől. Most, hogy már láthattátok, hogy hogyan működik ez a kis házikó, vegyünk egy pillantást a rendszerre, amit fölül helyezkedik el uram, atyám. Igen, megcsinálhattuk volna szebbre, de nem csináltuk meg szebbre. Van itt nekünk számos thruster, ami ugye az egyes gombnyomásra fölfele kezdi el emelni a házat, majd pedig a kettes gombnyomásra egy kis hover csinál belőle, és akkor egy icike-picikét igaz süllyed, de hogy nagyjából egy szintben marad. Ezek ugye sima, egyszerű 90-szeres egybevágoltatott thrusterek, és belőlük szedegettük ki úgy, hogy nagyjából ki legyen egyensúlyozva. Van nekünk továbbá ott, illetve itt egy spotgununk, ami ugye a másik székbe ülve, hogyha bekapcsoljuk a titkos üzemmódot, hívjuk ezt a lufik felrobbantása nevű opciónak, amint ugye beülünk a székbe, bekapcsoljuk ezt a funkciót, a kapcsoló továbbítja jelet a spotgunoknak, amik felrobbantanak kicsike kenisztereket, a kicsike kenisztereknek a robbanó ereje pedig áthat a többi lufiban elhelyezett nagy kenisztereke, és így robban fel igazából az egész lufi osztagot fönn az egekben. Továbbá van itt nekünk egy jel, ami ebbe a timerbe jön, ez egy másodperces timer, ugye késleltetésképpen, hogy ne kezdjen el leesni a ház, mielőtt felrobbannának a lufik, úgyhogy ez a timer jelet ad a spotgunoknak, amíg kilövik a thrusterek alól az üvegblokkot, ezáltal a thrustereknek elmegy a meghajtása, mert ugye nem tud kapcsolódni az építményhez, és ezáltal megszűnik a hajtása, az építmény pedig csak leesik egy az egybe. Úgyhogy valójában igazából így működik a rendszer, itt van még nekünk egy stabilizátorunk annak érdekében, hogy ne boruljon fel az építmény, de ez a logic gate, ez itt mi? Ja, ez a világításoknak a lekapcsolása, mert ha ez nem lenne, akkor nagyon szépen össze-vissza világítani a konyha. Mi meg nem szeressük azt, hogyha világít a konyha. Ezért most megszabadulunk a konyhától. Köszönöm szépen.
Ti is halljátok ezt szörcsögést, hörgést, nem is tudom, hogy minek fejezzem ki, de hogy ezek a hangok biztosan nem belőlem jönnek, az is biztos. Ne akarjátok megtudni, hogy mennyire bosszant most, hogy itt vágom a videót, és ezt hallom, hogy egyszerűen, hát ha nem is élvezhetetlen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon túlzavaró. Annyira sajnálom, tényleg nem tudom, mi van a Scrap Manikkal, de... Ez lesz, ha nem lesz orvosolva. Na és hogyha csináltunk egy kis nyári a szellőzést a háznak, akkor igazából még annyit tudok elmondani, hogy ugye... Ajjaj... Meghalt a Steam! Oh no! Na és igazából azt kezdtem el mondani, hogy zombival azt próbáltuk megcsinálni, hogy a ház előrefele is tudjon haladni a levegőbe, illetve kanyarodó csapályok segítségével jobbra-balra forogni, és akkor ugye ugyanúgy előre megy a ház, csak hogyha elkanyarodik, akkor olyan, mintha kanyarodna. Te miért fagy ki a Scrappy mechaniki most már aztán komolyan, mert most már aztán baj lesz? Szóval ugye annyi kanyarodó csapály, mert igazából nem is létezik, amennyi azt el tudná forgatni a levegőben, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sok blokkból áll. Itt van nekünk a kis vikilló, és mint ahogyan láthatjátok, rengeteg, de rengeteg blokkból. Összesen 244 trusterből, 56 nagy keniszterből és 10 darab kicsike keniszterből. Ez ugye úgy jön ki, hogy a berobbantó lufikba 2 darab kicsi keniszter, illetve 1 darab spatgun van. A maradék 56 nagy keniszter pedig 23 darab különálló lufiba van benne, mert hogy egy lufiba 2 darab keniszter fér el. A lufik 21840 ilyen picike kis blokkból készültek, valamint van benne 7 darab párna is. Meg 4 budi papír. Most pedig elérkeztünk a videónk végéhez, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett és szeretnétek még hasonló ilyen saját építmény bemutatós videókat látni, akkor mindenképpen nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot, illetve ne felejtsétek el feliratkozni a csatornámra. Illetve hogyha olyan építkezős videókat is szeretnétek látni, hogy így videó keretein belül építek meg valamit, ilyen lesz például hamarosan az új mávos emeletes vonatok, azaz a KISZ motorvonat, akkor nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer a figyelmet, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!